Erdélynek egyik legtitokzatosabb tája a Kelemen-hegység. Mostoha gyermeke volt mindig a kutatóknak, csak úgy, mint a turistáknak. Magányosan, féltékenyen őrizte titkait. Csak azoknak árulta el rejtett szépségeit, akik a fizikai érintkezésen kívül keresték a táj lelkét, egyéniségét. A táj lelkét keresni érkezett újfent a hazajáró a Keleti Kárpátok leghatalmasabb és egyik legifjabb vulkáni hegységébe. Az Alpes Clementis lapos hátaiból kiemelkedő kúpjai közül a központiakat már bejártuk, most a mezőséget fürkésző kis besztercét célozzuk meg. De előtte még számba vesszük, mi maradt a Kelemen hegy alja, a Sajómente és Besterce vidéke egykor viruló szász és magyar világából. A Besterce vidéki Tacsról Galacfalva felé folytatjuk utunkat. Dipse után Teke magyar közösségéhez látogatunk, majd Szászpéntek és Paszmos érintésével kelünk át a Sajó völgyébe. Nagy Sajó után bekukkantunk Zselykre, ami után a Besterce mentén emelkedünk a hegyek felé. Kis Zsolnát érintve megyünk tovább a Kolibicatóhoz, ahonnan megmásszuk a Kelemen havasok nyugati végvárát, a kis Besterce tömbjét. Korábbi sajómenti utazásunk Tacson ért véget. Most innen folytatjuk utunkat ezen a jobb sorsra érdemes szorványvidéken. A galacok ősi fészke is jelképes illusztrációja a nagymúltú tájék szomorú sorsának. A középkorban még 100 Galac falván, a 19. században Veselényi Miklós nem csak mintagazdaságot hozott létre, de megalapította az első román népiskolát is. Ha tudta volna, hogy egy évszázad elteltével híre nem, csak hamva lesz itt szásznak és magyarnak. A szomszédos Dipsén sem hallunk már magyar vagy szász szót. A 15. századi erőt templom sejteti, micsoda élet lehetett itt egykor. A reformáció idején a szászok nyomán evangélikussá lett. 1977 óta az ortodox híveket szolgálja. Ez mindent elmond a falu mai etnikai arányairól. A templom falában a disznót ábrázoló dombor mű egy legendára utal, ami szerint az istenházát odaépítették, ahol egy disznó egy arannyal teli erszényt túrt ki a földből. Ahogy délebre húzódunk a Dipse patak mentén, egy üdítő magyar szorvány szigetre lelünk. Az Árpád-kori Tekét a tatárjárás után flamandok és szászok népesítették újra. Teke élete olyan jól alakult, hogy 1403-ban már iskolája volt, és hamar mezővárossá fejlődött. És persze kérdés, hogy lehet-e kiváltságnak nevezni, de a 16. században már olyan jelentős bortermelő város volt, hogy a területére tilos volt sört bevinni. A mai napig termelik itt a szőlőt. Be is térünk Borsos László gazduramhoz, egy röpke borkóstolóra. Mind a két nagyapám szőlős gazda volt. Nekem már 5 éves koromban volt a saját hordónk a bátyámmal, és azt kellett kezelni. És akkor tudtuk, hogy milyen a szőlő. Én mostan, mint magángazda, itt egy fél hektár szőlő van, a karikás, erdélyi karikás a művelésnek a módja, tehát ez különleges, nálunk van csak Erdélyben, és azért volt ez a művelési mód, mert a szőlőt el kellett fedni a téli fagyok miatt. Nagyja Isten, hogy
még 100 év múlva is jöhessenek majd érdeklődők, igen, meg borkedvelők. Az az Isten, hogy jövőre is kóstoljuk meg a bort. Igen. Hát 5 hetek most? Igen, lehet, igen. Lehet. Ha már annyit beszéltünk róla, akkor meg is kóstoljuk. Meg is kóstoljuk. Köszönöm szépen. Keveset töltünk, hogy maradjon is. Köszönöm, elég is. Nem vagy. Hát illata jó. Egészségünkre. Egészség. Sanyika. Örvendek, hogy eljöttetek. Mi is örvendünk. Teke dicső korát a hanyatlás századai követték. Városi kiváltságait elveszítette, de a magyarok állandó jelenlétét mutatja, hogy a 19. században református, majd katolikus temploma is épült. A magyar iskola már megszűnt, de él még az anyanyelv, a hagyomány és a kultúra. Erről tanúskodnak a Tulipán Néptánc csoport fiataljai is. Simon Szabolcs oktatja a néptáncot, aminek tekén anyanyelv megőrző szerepe is van. Legutóbb Vajdaszentiványon találkoztunk, ahol mesélted, hogy még tekére is eljársz néptáncot oktatni. Igen, hát 2018-ban a helyi református lelkész keresett föl, és úgy hívott meg ide tekébe, hogy néptáncot kéne oktatni, de. És akkor ez a de azt jelentette, ugye, hogy a gyerekek itt 90% a vegyes házasságból, ugye román és magyar szülők gyerekei, és az anyanyelv az nagyon kopott. Most azért is vállaltam el, hogy a magyar néptánc az egy mentőve ennek az egész közösségnek, azért, mert olyan gyerekeket vezettünk vissza a magyar népdalra, ugye, és az éneklésre tánc közben, akik már majdnem teljesen nem beszélik a magyar anyanyelvüket. Úgy érzem, hogy csak a magyar néptáncon keresztül tudjuk ezt tovább fenntartani, a magyar hagyományokat és a magyar anyanyelvet, mivel az iskolában ugye itt nincs magyar nyelvű oktatás. Ez az egyetlen olyan kincsünk, mindenhol elmondom, amit senki tőlünk elvenni nem tud a miénk, és ha tovább adjuk, ez élni fog. De nem csak külső segítők, helyi lokálpatrióták is őrzik még a lángot. Mihalci János tanár úr többek között a Tekei Magyar Háznak is az egyik kezdeményezője. Van otthon egy történelmi Magyarország térképen, és azon fel vannak tüntetve azok a települések, ahol van még jelentősebb számú magyar közösség. Tekei is egy ilyen tanár úr sokat munkálkodik azon, hogy itt legyen magyar jövő is. Ezelőtt 4-5 éve megvásároltuk ezt az épületet, mint Magyar Háznak, melyben működik egy kis múzeum is, és reméljük, hogy tovább lehetne gazdagítani a tevékenységet. Azért ez nem lehet itt, ez ilyen egyszerű itt a Román óceán közepén. Hát az igaz, úgy van. Mi körülbelül magyarok 300-350 vagyunk az 5500 létszámból. A legtöbben reformátusok. Úgyhogy szorványban vagyunk, de szép szám, szép nem szám. Hagyjuk magunkat. Hát hogyha mi magyarnak születtünk, akkor a gyerekek, főleg az unokák is, mi magyarok kellenek. Nagyon fontos, hogy ők is beszéljék az anyanyelvüket, megtartsák a hagyományainkat, a szokásainkat. Felkanyarodunk a Kelemenhegy aljai dombok közé. Százpéntek mellett egy jellegzetes hegykúp hívja fel magára a figyelmet. Tetejét egy sáncokkal körülvett középkori vár szerény maradványa koronázza. Paszmoson magyar életet már nem, de megújuló épített örökséget még találunk. A telekiek 18. századi kastélya egyszer már leégett, a 48-as szabadságharc majd a II. Világháború idején kifosztották, de a megyei önkormányzat tervei szerint a felújítás után kulturális központ lesz. A sajóparti nagy sajó már a kemény grófok birtoka volt egészen a trianoni diktátumig. A kastélyt Kemény János erdélyi fejedelem építette a 17. században, a királyi vadászterület központjának. Kemény Sámuel királyi kamarás már református templomot emeltetett,
de ma már hiába keresnénk itt is magyarokat vagy németeket. Sokszor voltunk már a magyar világ végén, de az egyik legizgalmasabb itt van a Sajót kísérő dombvidék egyik elzárt szegletében, vagy ahogy a helyiek mondják, Gedrében. Az Árpád-kori zsejk ma is konokul őrzi a sok évszázados szász magyar hagyományt és evangélikus identitást. Igaz, a Trianon előtt még 800 lelkes településen, ma már 200-an sincsenek. 1981-ben bezárt a magyar iskola és óvoda is, de akárhogy is fonnyad a zsákfalu, hinnünk kell az emlékmű feliratának. Zsejk volt, van és lesz. Az evangélikus templomnál a lelkészt, Tóth Zoltánt kérdezzük. Maga az az üzenet, amit ez a falu tolmácsol, ugye a felpörgetett civilizációnak az, hogy itt azokat a kulturális, azokat az etnikai, azokat a felekezeti jegyeket őrizzük, amik amúgy nemzetiségi értékek is. Tehát nyilván, hogy van ennek egy ilyen emberi vetülete, hogy szeretjük a csendet, szeretjük a nyugalmat, viszont mindezen túl van egy olyan ódon hangulata is, ami hát ugye a vidékre jellemző, hogy színmagyar falu, akkor az ember ezt már egyfajta pozitívummal tölti el, hogy itt valamit őriznek. Evangélikus falu szintén ugye nagy hangsúly fektetődik a felekezeti hagyományok és értékeknek a megőrzésére. Ugye a fúvószenekar, a népviselet, a néptán, tehát mind-mind olyan dolgok, amelyek én úgy gondolom, hogy elveszendő félben vannak, és azt üzennük, hogy ezeket meg szeretnénk őrizni, és ezekre kell odafigyelni, mert az embernek a létjogosultságát, az identitását ezek adják meg. Lássuk, hogy őrzik féltve kincseiket a zsejkiek. Hallgassuk meg mindenek előtt a messze híres fúvósokat, a turnereket. A zsejki fúvószenekar 1879-ben alakult, s azóta minden vészkorszak ellenére töretlenül működik. A tisztelt nemezzenekar muzsikája után darra is fakadnak a zsejkiek, méltó követőiként a majd 130 éves Emke dalos körnek. De a hangulat fokozódik, a zsejkiek hamar táncra is perdülnek. A Beszterce völgyébe hatolva egyre közelebb kerülünk a Kelemen havasok elhalkuló hegyvilágához. Kiszolnán találunk rá a vidék egyik legszomorúbb emlékére. A középkori evangélikus templom 100 gyülekezete 1976-ig tartott ki. Tornya még állja a viharokat, de a hajó mennyezete már magába roskadt. A pusztulás viszont egészen kivételes, 14. századi falképeket hozott a napvilágra. A Kelemenhegy alja tájéka egyre markánsabban domborodik körülöttünk, s a havasok egyre élesebb kontúrral magasodnak előttünk. A régi üdülőtelepre
Kulibicára érünk, ahol a Beszterce folyó völgyét 1979-ben elárasztották. A mesterséges tó megtépázta a hely hangulatát, de a táj képe ma is bűvöletes. Szervusztok! A befagyott tó partjáról indulunk a Kelemen havasok nyugati gerincére, Ferenc Istvánnal, Lackó Szentmiklósi Árpáddal, Vidovics Ferenccel és Körmöci Ervinnel. Látjuk, hogy de körülmények azok még igazán téliek, havasak. De ez a kihívás. Igen. Szeretjük a kihívásokat, nem? Fiúk, fel vagytok készülve? Szerintem teljesen. Én most jelenleg a Magyarországon működik egy hazafias patrióta sportmozgalom, annak a képviseletében vagyok, és az életünk mindennapjaink része az egészséges élet, és a testünk erősítése, edzése, és szeretjük az ilyen kihívásokat, akkor különböző magasságú szintű hegyeket kell leküzdeni, és örömmel veszek részt ebbe a küldetésbe, hogy felmásszunk a csúcsra. Na, szuper. Hát akkor tapasztalt, nem annyira tapasztalt túrázók is vannak közöttünk, ugye Ervin, te kezdő túrázóként még ilyen magasságban nem nagyon mozogtál. Ne, kíváncsi van, várom, hogy hogy fogom bírni ezt a túrát, mert ugye én még nem vettem részt. Meglátjuk, remélem, hogy följutunk a tetejére. Hát akkor az újbóli találkozásunk örömére meg szeretnélek tisztelni a nem olyan rég megjelent második túraélmény beszámolós könyvemmel, amelynek a címe a Hegyek varázsa. Nagyon sok kárpátokbeli túra mellett itt már jó néhány külföldi túra is szerepel benne, úgyhogy fogadjátok szeretettel. Köszönjük. Saját felvételek, saját túrák. Nagyon jó. Na, hát akkor indulhatunk is, úgy gondolom. Hajrá! A Kelemen havasok Andezit hegygerincének nyugati végén örtálló Kisbeszterce lesz az úti célunk. Ahogy a hegytömb magasabb régiójába érünk, egyre téliesebbek a körülmények. A hegységnek főleg ezen az alig járt részén nincsenek turistaházak. Így hegymászó barátaink Lokodi Levente és Varga Csaba jóvoltából komoly segítséget kapunk a helyi hegyi mentőktől. Egy éjszakára befogadják népes csapatunkat a Beszterce völgy főjében épült menedékházukba. Na, elértünk ide is a Kelemen havasokba újra 10 év után. Ja. Hát örülök, hogy újra találkozunk, és megmondom őszintén, én sem jártam még itt, úgyhogy nekem is ez az első ja, és még nem gratuláltunk a Daulagi rész. Köszönöm, köszönöm. Hát igen, bemutatnám, ők hegyi mentők, Beszterce megyei hegyi mentők. Szalú. Florin. Mircea. Le direm făcut o nouă dintr-o cabană mai veche. Azt meséli, volt lent régebben egy kisebb ház, amit valamikor 2005-ben egy lavina elvitt, és akkor az itt látható urak, és hát egy ilyen baráti társaság, a Beszterce megyei hegyi mentők, ugye a fennmaradt faanyagot felcipelték ide, és még nagyon sokat hoztak a völgyből, szamarakon, őszféreken, lovakon, stb. És felépítették ezt az új házat saját erejükből, saját két kezükkel, már eléggé lakható és eléggé jól néz ki. Itt szoktak lenni lavinák, most nincs lavina veszély, tehát most minden rendben lesz holnap, ne aggódjatok, de viszont például 95-ben is volt egy nagy lavina, és két síelő gyereket elvitt, és sajnos. Meg is haltak? Sajnos, igen. Hát még annyit fűznék hozzá, hogy a Kelemen havasok egy nagy kiterjedésű hegység, a legmagasabb régiója, a leglátványosabb régiója a Nemzeti Park, 2000-es évek elejétől, úgyhogy itt egy olyan ritka felszínforma van, amely a vulkáni építmények, jég és a hó az úgynevezett periglaciális folyamatok által voltak modellálva, átalakítva, és ennek a két felszín alakító tényezőnek az összhatását lehet megfigyelni. Egy kráter maradvány, amit ugye már úgy neveznek, hogy kaldera, az képezi a legmagasabb régióját, és a hónap, ahova megyünk, a Kisbeszterce, az egy nagyon látványos ilyen alpesi jellegű régió. Hányszor beszéltünk erről, és most végre itt vagyunk?
Hát egy jó pár e-mailt azt vártottunk. Hát mondjuk nekem azóta már lassan úgy néz ki, hogy az 50. alkalom, hogy feljutottam a Kisbesztercére, de ebből az irányból, ebből az oldalból a Besztercei részre most vagyok itt először. Azért felfelé elfogyott az energia, úgy látom. Így van, nekem azért, mert ez is elég jó magasan vagyunk, tehát... Bácskából jöttem. Igen, a bácskai alföldeken ott állt a csík minden. Nekem ez nagyon tetszik, és érdekes környezet, havas vidék, tehát ilyen túrán még nem voltam soha. Úgyhogy ez már most kihúzta az energiát, de megpróbálom visszatölteni magamat. Jó kis rakott káposzta segít. Így van, nagyon jó lett. Csak jól pihenjünk ki magunk a testéről, legyen erőnk. Nem, azzal nem lesz gond. Nem is van. Egy lesz. A pihenés meg lesz. Ha lehet, még ragyogóbb napvirrad ránk a Besztercze alatt. Újult erővel vágunk neki a gerincnek. Van, aki hótalppal, míg Varga Csaba túra sível könnyíti az előrehaladást. A Tar hegyoldalra érve az északi szomszéd, a radnai havasok teljes gerince elénk rajzolódik. Olyan tiszta az idő, hogy még a két ikonikus csúcsát, az Ünőkőt és a Nagy Pietroszt is könnyedén beazonosítjuk. Odalent a Kolibica tólapul a hópaplan alatt. Az egyre komolyabb formákat mutató Stracior és a zurzúgó csúcsok közé ékelődött Kisbesztercze gerincére igen meredek lejtőn kapaszkodunk. Közben Xantus János segítségével felidézzük a hegység földtani múltját, amikor még nem jeges hó, hanem forró láva borította oldalait. A geológiai újkor ködös távlataiból bontakozik ki a hegység életregénye. Az úgynevezett miocén korszakban a vajúdó földkéreg meghasadt, s az izzón vöröslő láva végigömlött a Kárpátok belső oldalán. Sisterekbe tornyosult fel, s létrehozta azt a hatalmas tűzhányókból álló láncot, mely a Vihorláttól a Persányi hegységig húzódik. A csodák országa ez. A csodák országának egyik méltán nevezetes nyugati végcsúcsáról, a Kisbesztercéről elementáris a kilátás. Ugyebár ez a Kelemen havasoknak egy másik része, ugyebár ott van a legmagasabb a Pietrosz vagy Teleki csúcs, és ugyebár ez a második csúcs, ez 1990 méter magas. Hát ugye két oldalról lehet megközelíteni, ugye Maros völgyéből, vagy akkor most ugyebár a Besztercei részt próbáltuk ki. Ott lehet látni a Kolibica tavat, Radnai havasok, Szuhárd, Borgói havasok, Ciblás, tehát nagyon-nagyon szép helyen vagyunk. Főleg most ugye jobb időt ki se foghattunk volna. Túrasível is fel lehet jönni, vagy hótalppal, nagy a hó még, viszont a túrasízés az egy nagyon-nagyon szép sport, és hát mindenkinek ajánlom. Ugye pályán kívüli síelést jelent. Az ember felteszi a fókabőrt, tavaly feljön, nem csúszik vissza, és aztán leveszi és lecsúszik. De nem pályán, hanem úgy a természet közepén, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon érdekes sport. Srácok, ti hogy értékelitek a mai napot? Nagyon hülyes volt a csapat, mindenki nagyon jól mozgott, nagyon jól ritmusba tudtak kiérni a csúcsra. A hóviszonyok nagyon jók, a hónak a felszínén szinte végig lehet gyalogolni. Tárpítésém, először vagy itt? Hát én különösképpen örülök, hogy szinte napra pontosan 8 éve a felejthetetlen Csalhó közös túránk után ugyanilyen gyönyörű, szép anticiklonális időt kaptunk, amelyben a legmagasztosabban mutatja meg a hegy a szépségét. Nekem a Kelemen havasok az egyik kedvenc hegyem, csak talán a legkedvencebb magas hegyem, ugyanis szülőhelyemhez, a lakóhelyemhez, Gyergyóhoz ez van a legközelebb. Ez volt az első olyan hegy, ami 2000 méter fölötti, ahol eljuttam még 2001-ben édesapámmal együtt. Annak ellenére, hogy ez a rész nem éri el a 2000 méter, de itt a Stracior csúcstól a Kisbesztercén keresztül ott a zurzogóig, ez nagyon alpesi jellegű, akár lehetne a Déli-Kárpátokhoz is hasonlítani. Hát akkor a lényeget elmondta már mindenki előttem szóló. Én csak annyit tudok hozzáfűzni akkor, hogy örülök, hogy együtt értünk fel a csúcsra, és akkor egy kis számomra hazai cserfői törköpálinkával a csúcsforítást akkor ünnepeljük meg. Na, egy kis pál lesz a hasitasiból. Egészségetekre! Kitartás, Kárpátalja!
Kitartás Erdély. Kitartás Délvidék. Kizárásos alapon kitartás Felvidék. Na, majdnem el is fogyott. Kitartás Dunakanyar. Megszámolni is lehetetlen, hányadszor bontunk zászlót egy kárpáti hegycsúcson. De nem lehet belefásulni az érzésbe, ahogy az ember a maga fizikai kicsinségében, de lélekben megerősödve kiemelkedik a szennyes műanyagvilágból a szeplőtlen hegyek világába, ahol a természet a természet felettivel találkozik. Hogy is írta a Kelemen hegyvilágának szerelmese Vas Albert? Úttalan utakon. De túl lélek határon, túl gondolaton, túl minden álmon, valami messze vár reánk, egy fénysugár-e rút világon. Talán egy mindent felejtés, talán egy mindent újrakezdés, a végső sziklaszálon.